Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket, önök a három témát látják. Mai vendégem Árgyalán János és Petrucza Zoltán. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Korán sem zártak könnyű évet a méhészek, a tavalyi évhez képest rosszabbak voltak az időjárási viszonyok, ebből kifolyólag a méhek jóval kevesebb szer tudtak kirepülni. Ez ugyanakkor a méz árán nem volt tapasztalható, bár ez azoknak a mézeknek is köszönhető, melyekből egyre több érkezik Ukrajnából, illetve a Távol-Keletről. Nos, hát milyen évet zártak? Hát az előző évekhez képest még rosszabbat zártunk, ezt sajnos el kell, hogy mondjam, hiszen a repce alatt is, illetve az akác alatt is olyan időjárási viszonyok uralkodtak, amikor is igen kevés szer tudtak kirepülni a méhek, és ez meglátszott az idei évi méztermésünkön. És gondolom akkor ez a méz árán is meglátszott? Hát sajnos nem, hiszen... Sajnos nem. Hiszen az elmúlt években kezdett bejönni az a tendencia, hogy egyre több méz kerül be az Unióba, tehát az Európai Unió piacára, mind Ukrajnából, mind pedig Távol-Keletről, és sajnos ezzel elárasztják az uniós piacokat, ami mézünkre áll lehajtó hatással bír. Mik a lehetőségeik a termelőknek? Hát a lehetőségeink nyilván abban rejlenek, hogy először is nemzetközi összefogásra van szükség, mert ez nem csak a magyar méhészeti ágazatot sújtja, hanem a környező országokat is, tehát az európai méhészeket egyaránt. Illetve a másik pedig, ami úgy gondolom nem csak nekünk, hanem a fogyasztóknak is hasznára válhat, a belső fogyasztás növelése. Tehát, hogyha minden magyar ember minden nap egy tejáskanál mézet, ha elfogyasztana, abban az esetben a Magyarország mézfogyasztása a duplájára növekedne, így tulajdonképpen nagyon kevés mézet kellene exportálnunk, tehát a belső piac felvenni az általunk megtermelt mézmennyiséget. A többi nemzethez képest egyébként hol helyezkedünk el mézfogyasztás szempontjából? Hát én úgy gondolom, hogy a középmezőnyben most már olyan 10 év alatt megduplázódott a egy főre eső mézfogyasztás, ami olyan 1 kg körüli. Nyugat-európai országokban ez olyan 1,8 és 2 kiló között mozog. Tehát van hová még felzárkóznunk. Az előbb említett együttműködésekkel kapcsolatban elindult-e már valami, ami mondjuk segítség lehet a vállalkozóknak és a termelőknek? Most vannak folyamatban tervek, illetve tárgyalások, hogy mit is tudunk tenni, tehát Európai Bizottság felé, illetve a környező országok méhészei összefognak, és kitaláljuk azt, hogy miként lehetne ezt a piacot megtisztítani az olyan idegen eredetű mézektől, mint amelyekkel a piacot most elárasztják. Hogyha Békés megyére levetítjük ezt a helyzetet, akkor erről mi mondható el? Én azt gondolom, hogy Békés megyében nem igazán lehet a boltok polcain ilyen mézekkel találkozni, hiszen Békés megyében lévő nagykereskedelmi áruházláncok, van is általában magyar mézkicsomagolók mézei találhatók meg, de én azt mondom, és én azt gondolom, hogy erősíteni kell a termelői piacot, illetve hát a fogyasztóknak tudatos vásárlásra kell törekedni ez ügyben is, tehát mézet csak termelőtől vásároljon, mert akkor biztos, hogy eredeti méhek által termelt méz kerül az üvegbe. Ez Gyulán például hogy teheti meg az ember? Gyulán kistermelőknél, illetve hát mézeket felkeresve ezt meg lehet tenni, illetve a helyi piacokon természetesen itt lehet találkozni. Továbbá majd decemberi hónapban lesz a Mézes Kalács Fesztiválunk, és itt is lehet találkozni termelői mézekkel egyaránt. December 6 és 8-a között rendezik meg idén a 12. Méz és Mézes Kalács Fesztivált Gyulán. A méhészeti kiállításon és vásáron idén is különleges mézeket kóstolhatunk, de sok mézzel készített ételt is megismerhetünk. Az eseményen többek között szakmai előadásokkal, gyereknappal készülnek, de a mézédes szauna varázs is érdekes programnak tűnhet sokak számára a Várfürdőben. Akkor térjünk is rá a decemberi Méz és Mézes Kalács Fesztiválra. Mivel találkozhatnak majd idén a résztvevők? Még kiegészíteném az előző kérdésre adott választ annyiban, hogy a Kapushídnál az önkormányzat rendelkezésünkre bocsájtott egy kis épületet, ahol minden délután várjuk a vásárlókat, minden héten váltva más-más méhész termékeivel.
és portékáival, ott rendszeresen lehet mézet kóstolni. Ugye azt mindig meg szoktuk említeni, hogy nem csak egyfajta mézet termelnek a méhek, hanem többet, és általában az emberek tudatában ez nincs letisztulva, hogy különböző mézek különböző gyógyhatással bírnak, vagy különböző dolgokra jók. Még azt se tudják sokan, hogy az akácméz nem igazán alkalmas a sütés-főzésre, arra inkább egy karakteresebb napraforgót vagy vegyes virágmézet szoktunk ajánlani, ahol igazán domináns a mézíz és illat. A hás, az akác és a vegyes méz van az emberek tudatában, most már a repce kezd feljönni, nagyon nagy a kereslet repce irányába is, de itt mindegyik fajta mézet meg lehet szinte kóstolni ebben a kis bemutatóban, illetve egy kis rövid történeti áttekintési lehetőség is van a boltban, magáról a Göndös Benedek Méz Egyesületről, ami úgy gondolom, hogy mindenki számára fontos ez a tudnivaló, hisz Göndös Benedek az Gyuláról indult, és ő volt a magyar méhészet egyik alapítója. Úgyhogy mindenkinek ajánljuk, hogy látogasson el ebbe a kisboltba, kóstolgasson és vásároljon, hogyha van kedve. Ott biztos, hogy termelőtől tud vásárolni. Hogyha itt a fogyasztásra már kitértünk, még hogyha kevés mézet is eszünk, de teába szerintem sokan használjuk, de hallottam arról is, hogy valószínűleg azt is nagyon rosszul. Ez igaz? Így gondolom, hogy sokan nincsenek tudatában, hogy a méznek a magas hőmérséklet az ellensége. Minden hasznos enzimet kiöl belőle. Úgyhogy langyos tejába kell a mézet rakni, vagy inkább azt mondom meleg tejába, tehát nem forróba, és akkor megmarad megmaradnak az enzimek, a hasznos vitaminok. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez is fontos tudnivaló, de erre is próbáljuk felhívni a figyelmet a Mézfesztiválon előadások keretében. Mindig van egy olyan előadásunk az évek során, amely mindenki számára hasznos, nem méhészeti jellegű, hanem inkább a mézzel, vagy a méhészeti termékek gyógyító hatásával foglalkozó előadás. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy nézzen el, nézze át a programokat, amire számára szimpatikus, jöjjön el. Minden rendezvényünk ingyenes, kivéve a péntek esti éjszakai mézides szaunavarást, ami most már mindenki számára nyitott, tehát a város összes lakója akár bejöhet az éjszakai wellnessbe pénteken, ahol mézes felöntések lesznek, illetve a szombat esti bál az, ami még nem ingyenes, de oda is rengeteg helyi lakos szokott jönni, és sajnos azzal küzdünk, hogy nincs megfelelő területű helység Gyulán, ahol ezt a tömeget be tudjuk fogadni, úgyhogy mindig azzal küzdünk, hogy elfogynak a jegyek egy-két héttel a fesztivál kezdete előtt. Bízunk benne, hogy ez továbbra is így lesz, ez az érdeklődés megmarad. Mi az, ami még extra élményt adhat azoknak, akik ellátogatnak a fesztiválra? Mindenféleképpen nagy sikere van a vasárnap délelőtti programoknak, ezt szeretném kiemelni. Ez egy mézides gyereknap. Most már szinte azt mondhatom, hogy van akkora látogatottsága, mint magának a szombati szakmai napnak. Nagyon sokan tudják, hogy van ez a rendezvény. Egyre viszont felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy szombattal ellentétben, ahol egész napos a program, vasárnap délig tart, tehát aki délután érkezik, még mindig vannak, akik délután érkeznek, akkor már sajnos zárva találják a sportcsarnokot, és nem tudnak részt venni a gyerekek a különböző ügyességi játékokon, ahol mézet, illetve különböző ajándékokat nyerhetnek, illetve ott a Mikulás is, egy kis szaloncukorral próbálunk kedveskedni és mézfogyasztásra buzdítani a jövő generációját. Gondolom, itt olyan mézeket is megkóstolhatunk, amit így nap mint nap nem nagyon, tehát amihez nap mint nap nem nagyon jutunk hozzá. Mindenféleképpen törekszünk arra, hogy azokból a versenymézekből, amelyek érkeznek és különlegesek, kóstoltatunk minden rendezvény alkalmával szombaton, egész nap, illetve vasárnap délelőtt. Tehát aki kilátogat, az olyan különleges mézeket is megkóstolhat, amiből szinte csak egy hordónyi terem egy kis részen, de az az adott méz, aki ott termel és beküldi versenyezteti a mézét, azt szoktuk kóstoltatni, hogy ott olyan különleges mézekkel kerülhetnek kapcsolatba az érdeklődők, amiben még néha mi is
csak ritkán találkozunk. A legtöbb hamis méz Ukrajnából és a Távol-Keletről érkezik be hozzánk is. Ez rendkívül megnehezíti a méztermelők dolgát, hiszen ezeket jóval olcsóbban elő tudják állítani, emiatt töredék áron is eladhatók. A szakemberek szerint a rossz minőségű termékeket már lehetetlen felismerni. Kizárólag laboratóriumi vizsgálatok bizonyíthatják be, hogy bizony nem valódi méz az, amit vásároltunk. Az biztos akkor, hogy erre garancia van, hogy igazi mézeket kóstolhatunk, de mi a helyzet azzal, amikről már korábban esett szó, hogy ugye távolról érkeznek be ugye Európába. Hát lehet, hogy hamisított mézek is. Ez hogyan kerül ide, miért csinálják, és mégis hogyan állítják ezt elő? Hát elsősorban, ami mozgatja a világot, az a pénz. Itt nyilván a magas haszonszerzésnek a ürügyén, illetve érdekében folyik a mézhamisítás, és sajnos ezzel a európai termelőket teljesen tönkre tudják tenni, tehát manapság a méhészeknél a vállalkozói kedv az igen, inkább csak negatív irányba indult el, tehát nagyon sokan felszámolják a méhészetüket, lecsökkentik, elmennek más területre dolgozni. Visszatérve, tehát Ukrajnából éves szinten, mivel hogy vámmentesen tudják behozni a mézet, éves szinten mintegy 30 ezer tonna érkezik be az Európai Unióba, ami nyilván egy része Távol-Keletről beérkező és átcímkézett mézként kerül az európai piacra, illetve most a dél-amerikai országokkal van tárgyalása az Európai Uniónak arra vonatkozóan, hogy egy Mercosur megállapodás keretében éves 40 ezer tonna mézet tudnak az európai piacra igen alacsony áron behozni, és ahogy említettem korábban, ez a mennyiség jelentős árlehajtó hatással van a mi mézünkre. Hiába van nekünk kiváló magyar mézünk, kiváló minőségű magyar akácmézünk, tulajdonképpen, illetve vegyes mézünk is, tulajdonképpen itt az ár az, ami meghatározó, tehát körülbelül 2 eurónál kevesebb, illetve minimálisan több összegért tudják vámmentesen behozni Európába ezeket a méznek nevezett, vagy bármilyen méznek is nevezett élelmiszereket. Hogyan tudjuk felismerni a rossz minőségű mézet egyébként, hogyha vásárolunk? Mára már eljutott a mézhamisítás egy olyan szintre, hogy ez csak laboratóriumi körülmények között lehet meghatározni, hogy melyik méz hamis, vagy melyik méz igazi. És sajnos olyan fejlett már a mézhamisítási technika is, hogy nagyon nehéz ez kiszűrni, egyszerű érzékszervi vizsgálattal szinte lehetetlen. Tehát akkor az a garancia, hogyha termelőtől vásárolunk? Mindenképpen erre biztatnánk a kedves fogyasztókat és kedves nézőket, hogy keressék fel a helyi termelőket és tőlük vásároljanak valóban jó minőségű mézet, amely nyilván a szervezetre is jótékony hatással bír. Az elmúlt időben nagy szerepet kapott a közvéleményben ugye a méh elhullás. Jelenleg az ezzel kapcsolatos vizsgálatok hol tartanak? Az ezzel kapcsolatos vizsgálatok mostanában kerülnek elemzésre, tehát nagyon elhúzódott ennek a kivizsgálása. Az elmúlt évben, tehát 2018-ban voltak országszerte nagyobb méhelhullások, tehát itt az állományok mintegy 50%-át ez érintette. Az idei évben kevesebb ilyenről hallottunk, a megyében néhány eset történt csak. Nagy valószínűséggel a környezeti hatások, tehát így erre visszatérve, tehát a vegyszerezések, illetve a neonikotinoidok alkalmazása válthatta ezt ki. Tehát a tavalyi év egy nagyon esős év volt, nagyon csapadékos év volt, és a talajból kimosódó neonikotinoidos vegyszerek összegyűltek a tócsákban, amelyeket a méhek látogatták, és tulajdonképpen ez okozhatta feltételezések szerint egy részben azt, hogy a méhek tájékozódási képességüket elvesztve nem találtak vissza a kaptárba, tehát elhullottak a táblákon, és így tulajdonképpen jelentősen lecsökkent a mély család száma kaptárokban.
Egyébként a jövőben erre van-e valami pozitív is, vagy jelenleg itt tartunk, ahol, amit ugye most az... Itt tartunk, hogy keressük az okokat, illetve hát nyilván a környezetvédelem, illetve a vegyszerezés, illetve a vegyszerkijuttatás szabályainak a szigorítására lenne szükség. Tehát most csak egy példát mondok, vannak olyan szerek, amelyek úgynevezett nem jelölés köteles szerek, tehát amelyek nappal virágzásban is kijuttathatók, tehát szórhatók. Most ezt egy receptáblára kijuttatva nappal, amikor azt a méhek látogatják, én úgy gondolom, a élővilágnak ez nem tesz jót, tehát magának a méhnek sem, tehát a méheknek az illata, a feromon illat, elveszik a feromon illatukat, és visszafelé a kaptárba, mikor beérkeznek, a többiek nem ismerik fel, hogy az az ő egyedük, tehát az ő társuk, és akkor kitör egy tulajdonképpen verekedés, és hát ezzel is nagy problémákat okozhatnak, illetve vannak vegyszerek között olyan szinergikus hatások, amelyek önmagukban nem veszélyesek a méhekre, illetve nem ártalmasak, de hogyha két vegyszert mondjuk egymással összekeverünk, azoknak a hatása már okozhat mérgezést. Hát nincs a könnyű helyzetben az ágazat, és nincs a könnyű helyzetben a méhek sem, de mi akkor tegyük meg most ebben a műsorban, amit tehetünk, hogy népszerűsítsük a mézet, és hát a mézfesztiválra akkor zárjuk azzal, hogy miért érdemes elmenni majd azoknak, akik már eleve mézkedvelők, és azoknak is, akik még nem. Kezdjük azzal, hogy ez a rendezvény egyébként egy szakmai rendezvény, annak indult, úgyhogy a megye méhészeinek mindenféleképpen ott a helye. Nagyon sokat lehet tanulni az előadásokon, illetve egymástól. És folytassuk azzal, hogy már nem csak a méhészek felé nyitunk. Hála jó Istennek akkora népszerűsége magának a rendezvénynek, hogy elkezdődhetett az a munkafolyamat, hogy népszerűsítsük a magyar mézet, a termelői mézet, és ebbe az irányba próbáljuk sok munkával és hál' Istennek sok segítséggel, akár az önkormányzatot, akár a turisztikai non-profit Kft., akár a Várfürdő, akár a kastély művelődéshez, tehát mindenki ott segít, ahol tud, hogy ez a rendezvény a továbbiakban is ilyen sikeres legyen, és minél több gyermeket tudjunk megismertetni a méz jótékony tulajdonságaival, hatásaival, akár a gyereknapon, játékos formában, akár egy kicsit nagyobbakat, felnőtteket az előadásokon, színes fényképekkel, fotókkal és élvezetes előadásokkal. Bízunk benne akkor, hogy minden rendben lesz. Sok sikert kívánunk a fesztiválhoz is, és a jövőben is minden máshoz. Köszönöm szépen, hogy itt voltak nálunk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Nézőinek pedig a figyelmet köszönöm szépen, viszontlátásra.